most indul a Sláger reggel. Sláger FM. 11 perccel múlt 6 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Én nem tudom, hogy ebből délután milyen idő lesz, de most marha hideg van. Eső, szívem, eső, ezt azt mondták már. Fogjuk egymás kezét, jön Jazz Green és a Hold My Hand. 4 perccel múlt 4:07, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Ja, olyan szép az idő, komolyan mondom, tiszta Anglia. Tényleg, gyönyörű. Jó, de nem, ennek van egy varázsa, én szeretem ezt is. Tegnap az én drága jó férjem próbált meggyőzni arról, hogy de babácska, ez jó, hát ez hozzátartozik az őszhöz, hát ez jó, van. Ez így. És akkor mondtam neki, hogy én nem ezt a fajta ősz szeretem, köszönöm szépen, úgyhogy ne. Jó, de másfajta ősz úgy általában nem nagyon szokott lenni, de... tehát hogy azért ezt szerintem megszokhattuk már, hogy általában ez van. Igen, és én mondtam neki tegnap, hogy emlékszel szívem, amikor tavaly a Margit-szigeten sétálgattunk, néztük a gyönyörű lehulló faleveleket. Most is lehet, csak nagyon ne nézzél, mert beleesik, igen, az eső a szemedbe. És hogy azt, amikor jön át rajta a fény, és ugye ilyen gyönyörű szép fények szoktak lenni ősszel, mert valahogy máshogy süt a nap, más szögben, hát ez most nem jön be. Na jó, most de csak két héttel ezelőtt még volt ilyen is. De az két héttel ezelőtt még 26 fok volt, hát és az még nem ősz. Hát ez meg már az. Elnézést, én most teljesen borzasztó vagyok, tényleg, de nem egyszerűen engem csinálni. Az eső az annyira kiborít, tudom, hogy nem tudunk, csak amikor tegnap elmentünk bevásárolni, és jöttünk ki a hipermarketből, most én vagyok olyan, mint te szoktál lenni. Igen, de ez furcsa. Igen, de csak az esőtől. Szóval jöttünk ki a hipermarketből, és megfagytam. Tehát, hogy nem az van, hogy kis körömcipőbe tipegek, és akkor de jó, hanem már egyből a, nem tudom, bakancsot kéne fölvenni, mert annyira rossz az idő. Na mindegy is. És tegnap reggel még nem volt annyira hideg, de amikor már mentünk haza, akkor viszont rohadt hideg volt, és úgy fújt a szél, hogy én is, hát ugye megyek haza ugye a barkácsáruházba első körben, és tudom, előtte még hazaugrok, és átcserélem a kabátot egy vastagabbra, mert tényleg rohadt hideg volt. Igen, de hát nem csak ez történt tegnap, hanem az van, hogy az én drága jó kollégám, Viktorin Tamás, sportot űz abból, hogy engem ijesztegessen. Néha sikerül is neki, például tegnap. És annyira édes, kedves cuki bogár volt, hogy ezt a Sláger FM Facebook oldalán meg is tudjuk mutatni, ugyanis videóra vette azt. Hát persze. Tehát, hogy képzeljék el azt a szituációt, amikor adás után Pordán Petra azt gondolja, hogy na, végre akkor iszik egy jó kávét, mielőtt elkezdünk dolgozni ugye a következő napon. És hát éppen készítem a kis kávémat a Sláger FM konyhájában, amit ugye hát azt gondoltam, hogy teljesen nyugalomban el is tudok fogyasztani. És ez a drága jó ember egyszer csak rám nyitja úgy az ajtót, hogy rám üvölt közben, úgyhogy a fahéj, amit én nagyon szeretek a kávémba rakni, az annyira meglöttyent, hogy azt a kávét nem tudtam meginni, és majdnem összepisíltem magam. De a vérnyomásod legalább rendben lett. Ez a lényeg. Igen, és azért ezt fel is vette, meg is tudjuk mutatni a Sláger FM Facebook oldalán, az Insta oldalunkra is kitettük, úgyhogy tessék megnézni a videót, most adunk egy kis időt, hogy ezt meg is tegyék, érdemes erre ébredni, és aztán írják meg nekik, hogy van ilyen kis kollégájuk, aki folyamatosan ezt tolja, amit ő velem, hogy hogyan szokta megviccelni. De látod, én nem vagyok önző. Igen. Tehát én azt mondom, hogy akkor ezt lássa mindenki, és érezzük együtt. Én úgy megijedtem, hát úgy rám üvöltöttél. Látszik, igen. De legalább nem borult ki a kávé. Mi múltkor, amikor éppen vágtam a kettes stúdióba, és akkor is egyszer csak így a lábam, jó, tényleg, úgy megremegett. Tényleg arról is van, azt mondom, hogy Zoli fölvette. Jaj, igen. De jó volt az, igen. Is. Hát igen. Ez nekünk egy ilyen kisebb fajta sport, mi ezt nagyon élvezzük, igen, és ez nem a te privilégiumod, tehát hogy mindenki megkapja, igen, aki itt a környéken jár. Igen, igen, de az lesz, hogy majd ezért bosszút kell, hogy álljak. Jaj, ne. De. Úgyhogy kérem is a segítséget a hallgatóinktól, mert hogy a Tomi úgyis el fogja felejteni, hogy milyen ötleteket írnak. Ez való igaz. Hogy igen, hogy álljak bosszút rajtad. Aha, ez nagyon jó ötlet. Igen. Ennek nagyon örülök. Várom ezeket az ötleteket is, illetve azt is, hogy kit hogy szokott a kollégája megtréfálni, és mondom, a videót érdemes megnézni, mert hát az őszinte reakció. Hmm. Még jó, hogy nem káromkodtam, mert azért én olyat tudok. Hát nem adásban, de azért úgy előfordul velem, igen. Hát kis hia volt egyébként, azért valljuk be. Igen. 06 30 30 30 95 8, na genya. Akkor kat gyorsan föl mindenkinek. Ha a Sláger FM Facebook oldalára ott a videó, és nézzék meg Petrát, hogy vagy össze. Instagram ugrik oldalunkra. Vagy az Instára. Amelyik egyszerűbb. Sláger reggel. 4 perc múlva 19:30, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Hát a fejezbe legyen elég, azt hiszem, hogy a Murjenikőtől az abszolút stílszerű volt ez a mondat, mert ugye kiraktunk a Sláger FM Facebook oldalára egy videót, ami tegnap adás után készült. Petra elvonult egy kávét nyugodtan megcsinálni, szépen, kellemesen. Ugye azért nekünk ez a 4 óra, az, hát most nem azt mondom, hogy a rohanásról szól, de nyilván eléggé be van osztva az időnk, tehát itt nagyon ilyen hátradülés nincsen. És
hát amikor ez a pillanat eljön, akkor megérkezek én is rögtön szoros egymás utánban. Úgyhogy meg lehet nézni a videót a Sláger FM Facebook oldalán, illetve az Instagram oldalunkon is kiraktuk, ahogy Petra hát igen érdekes mozdulatsorral konstatálja azt, hogy én rohadtul megijesztem. Igen, én meg rohadtul megijedtem, úgyhogy ha van olyan kollégájuk, aki mindig megvicceli, és mondjuk azt gondolja, hogy ez de jó, 72 egyszerre is, egyébként tényleg jól csinálod, mert már mindig azt hiszem, hogy felkészültem rá, de nem, pont hát nem tudok rá felkészülni. De hogy csinálod ezt? Hát úgy megyek, mint a macska, figyelj. Nem, az időzítés nem a lényeg, mi? Tehát, hogy amikor tudja, hogy nem számít, biztos, hogy ez a titok, nem? Hát fontos, hogy ilyen ütemtelenül érkezzen az ember. Igen, ez tény, igen. De jól sikerült, tényleg, abszolút büszke vagyok magamra. Én köszönöm szépen, én rád is, mert nem borítottad ki a bögréből a kávét. Úgyhogy azért az is egy nagy szó, mert simán lehetett volna, hogy ott minden falig, minden tiszta kávé. Igen, hogy örültek volna neki a kollégáink. Az külön szép lett volna még egyébként, igen. Szóval várom azt, hogy a Tomin hogy álljak bosszút, vagy hogy vicceljen meg, illetve az elmebeteg kollégák sztorit is. Attila 64 azt írja nekünk, szegényem, ez nem annyira vicces. Sziasztok, tegnap reggel úszásból hazafelé menet a Népfürdőben, hatalmas a testem, tropára ment a könyököm. Ó, te szegény! Azon a csempén azért rohadt nagyot lehet esni, és mondjuk, hogy a könyöködet odavered. Na, azt nem irigylem. Igen, én ilyen térdes vagyok, én térdemre estem rá egyszer, és ugye műtötték is, minden letört a térd kalácsomból, egy centis csont, meg nem letört. Hát igen, és akkor mondták, hát mit voltam, 14-5 éves, mondták, jaj, biztos nő, és hogy azért fáj, tudod, ha, igen, aztán nem, ugye három év után kiderült, ja, egyébként ott egy egycentis csont az ott megy jobbra-balra, úgyhogy... De azt hogy tudom, ez hogy történik meg? Hát úgy történt meg, hogy én nem szeretek kosarazni, és nem is tudok. Valaki kényszerített? A hat év gimnázium alatt sikerült egyszer dobnom egy-két pontosat, tehát hogy ennyire álltam bele ebbe a játékba, és akkor egyszer már nagyon szólt a tesi tanár, hogy mozduljál már meg, légy szíves a labda, és egyszer elindultam egy jó kis védekezés, mind a ketten elestünk, én rátérdem rá. Igen, úgyhogy ezek az ilyen ízületi problémák, ezek egy, hogy nagyon nehezen gyógyulnak, a másik meg, hogy ezzel úgy nagyon mit kezdeni, szóval az nagyon nem egyszerű, igen. Valaki azt írja, sziasztok, 8 fok kegyetlen, és jön a hó, körülbelül 500 mm az Alpokban. Miki írta, szép derűs esős napot, egyen meg a szíved. Igen, a szép, a derűs és az esős, az valahogy nálam egy mondatban nem szerepel, de legyen így. Hát figyelj, akkor menj az Alpokba, 50 centi hó jön, figyelj. Igen. Na, mennyivel jobb. Várjuk továbbra is az üzeneteket, akár a kommentek formájában a videónk alá, hogy hogyan viccelik meg a kollégájuk, és azt is, hogy hogyan álljak bosszút, Tomin. Köszönöm szépen a segítséget. Csak óvatosan. Ez a Sláger reggel. 5 perc múlva 3:47, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Megébredtél, Petra? Igen. Jó van, na. Főleg, hogy megnéztem. Itt abszolút igen, és szeretem is egyébként a humorodat, csak azt nem, hogy én ilyen ijedős fajta vagyok. Tehát engem tényleg meg lehet ijeszteni, és a Tomi ebből sportot űz, és nagyon jól csinálja, és ezt le is videózta tegnap, a Sláger FM Facebook oldalára, illetve az Insta oldalunkra ki is tettük. Úgyhogy aki éppen most ébredezik, tessék felmenni az oldalunkra, és nevethetnek egy jót azon, hogy mennyire kis béna vagyok, és hogy mennyire megijedtem. Nem vagy béna, hát én is frászt kaptam volna, az biztos. Ez nem a te bénaságod, ez az én fantasztikus ijeszgetési képességem. És ide a videó alá várjuk az ötleteket, hogy hogyan ijesztem meg ezt a drága jó embert, illetve hogyha van hasonló vicces kollégájuk, hogy mit szokott csinálni. Géza egyébként arra írt ötletet, hogy mit csináljak veled, zseniális. Szerintem Tomit valahogy a lakás átalakítással kellene átverned, Petra, valahogy bevonva a kedves feleségét. Ne, ez nekem épp elég fájdalmas önmagában. Tehát, hogy azért ott minden alkalommal kidől valami csontváz a szekrényből. Tehát, hogy azzal könyörögve kérlek, ne ijeszgessetek engem. De ez jó ötlet, jó, ezt átgondolom. Aztán Attila 64 azt írja, hogy ciao Petra, ha gondolod, megvárhatjuk adás végén a Tomit. Jaj, de aranyos vagy, Attila, igen. Ez szuper, igen. És tök jó, mert egyébként ő írta, ugye, hogy elesett, és a könyöke most tropa. Ripityára tört szegénynek, marad igen. Marad az egyik kéz. És egyébként milyen rendes vagyok, hogy én megmondtam, hogy szegény Attila, jaj, és a könyöke, és jobbulást kívánunk neki, ezek után meg akartok várni adást, hát hogy megverjetek. Átlátod, tudod, a személyi kultusz. Hát nincs mit tenni. Ebi azt írja, hogy ő a gyerekekkel úgy szokott játszani, hogy pisztolyosat játszanak, és akkor lelövik őt, ja, jó. Mint gyerekkorban, és akkor eljátsza a halottat, és akkor a
gyerekek így néznek rá, az unokái. Egyébként az is teljesen jó. Jó, végül is az se rossz. Mondjuk az nem akkora ijesztgetés. Hát nem annyira. Vagy lehet, hogy a gyerekek megijednek, hogy úristen, lelőttük a nagypapát. Hívják a mentőket. Azért az nem annyira mókás. Ha van még ilyen ötlet, hogy hogy tudnám ezt megbosszulni, akkor várom SMS-ben, vagy a Sláger FM Facebook oldalára, illetve az Instagram oldalunkra a videó alá. Köszönjük szépen. Ez így ebben a formában én nem csatlakozom, de erre nem buzdítom a kedves hallgatókat, hogy írják meg a bosszú hadjáratnak a lépéseit velem szemben. Á, nem hadjárat, de eddig is jó ötletek jöttek. Csak egy kis csintevés. Te is így hívod. Jó, hát olyat, hogy most mit tudom én, például fölraksz, egy résnyire nyitva van az ajtó, és igen, akkor egy tejfölös pohárba vizet fölraksz, ugye, a tetejére. Ilyet játszottunk. Rád boruljon? Ah, és nyitsz be, azonnal, igen. Ezek ilyen jó tréfák. Ah, igen, és biztos örülnének itt neki, hogyha a rádióstúdiót is összevizezném. Nem, valami hát durvább akkor kell. Ez sem lehet. A nem, kutya nem, fáját. Majd valami durvá. Ennél azért durvább. Hát ez egy kicsit vizes lesz a fejed, hát az semmi. Figyelj, valami durvábban viszont én készültem méghozzá csütörtökre, mert hogy YouTube koncert lesz a Sláger koncertben, és Berlinbe megyünk el. Fú, ah, de jó. Nagyon-nagyon-nagyon jó koncert lesz, úgyhogy szerintem a YouTube rajongók azok már most oda tekertek a Sláger FM-re, és el se kapcsolnak. Oda tekertek, vagy ide tekertek a Sláger FM-re? Na jó. Lehet, hogy nekem is kellett volna innom egy kávét. Igen, és már egy kis ezt neked sem sikerült. Tenni. Igen, ennek ellenére. Jó, mindegy, megpróbáljuk összeszedni magunkat. És van még egy jó hírünk, de ezt már tegnap is hallották, és azt láttuk, hogy nagyon sokan játszottak. Tessék figyelni a Gringo játékunkat egész héten, és válaszolni SMS-ben a feltett kérdésre, mert ugye szerencsés hallgatóink nyerhetnek méghozzá értékes bónuszperceket. Ez a Sláger reggel. 9 perc múlva 7 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Annyira hálás vagyok, hogy ilyen aranyosak, amik kedves hallgatóink. Igen, én is. Írják folyamatosan, hogy mivel lehetne nekem is borsot törni az órom alá, mert hogy ugye Petrát megvicceltem, a Sláger FM Facebook oldalán, illetve még az Instagramon is kint van a videó. Tegnap ugye kávézni szeretett volna a Petra. Hát majd, hogy nem sikerült. Utána nem tudtam meginni, mert hogy annyi fahér borult bele, megijesztettem egy kicsit. Igen, meg lehet lenni, semmi gond végül is. Attila 64, aki írta, hogy megvárnak téged adás után, azt hittem, nem bántanánk a Tomit, csak megijesztenénk. Jaranyos. Aztán Tündi üzenete, jó reggelt Petra, ha kommentben írjuk azt, hogy Tomit hogy ijeszt meg, akkor azt ő is látja. Persze, de elfelejti Tündi, tudod? Hát a memóriája az ilyen 2 perces, egyen meg a szívét. Ki? Hát igen, ez az. Miki nagyon jó ötletet adott, tegyek kínai balzsamot a szemkrémedbe. Van neked olyan? Jaj, ne, csak a szemkrémemet, ó, ne! Szemkréme nincs, viszont kézkrém igen. Hát kézkrém, és utána van, de a kezeddel úgyis hozzányúlsz az arcodhoz. Hát az óriási lenne tényleg. Jaj, Miki, nagyon jó ötlet. Belekelem a szemembe, és konkrétan patakokba folyik a könnyem, és azt se tudom, milyen gombot nyomok meg. Én ebben benne vagyok. Aztán hát jó, ti tudjátok. Aztán Zoli azt írta a Facebook oldalunkra, hogy szia Petra, tegyél sót a kávéjába, ez is egy nagyon az jó nagyszerű ötlet. Erre sem fog emlékezni, úgyhogy szuper. Köszönöm szépen, majd kiválasztom, hogy melyik legyen. Lehetne ezt összekötni egyébként, hogy belekenem a vietnámi balzsamat a szemembe, és beleiszok a sós kávéba. Tehát, hogy egyszerre könnyezzek és hányjak. Nem, az valami egészen pazar lenne. Nem, a legjobb kombó a vietnámi balzsamot megsózom, és azt teszem bele a kávéba. És belekenem a szemembe a kávét. Bármit, akármit. Igen. Az még lehet, hogy észrevenném, igen. Vagy a szendvicsedbe. Mit? A vietnámi balzsamot? Nem már. De jó, már készülök itt az ötletekkel. Nem ma lesz ez, nem ma lesz ez, majd egyszer csak. Igen. Ez nagyon kedves. A vietnámi balzsam a szendvicsre. Úgy ezt elképzeltem. De milyen íze lehet a vietnámi balzsam? Nem tudom, hát én még nem mosoltam meg. Igen, hamarosan kiderül. Egy kicsit. Jó, hát azért mi nagyon sok időt töltünk mással, tehát hogy nyilván itt adás után is még azért egy pár órán keresztül, hogy nyilván fejtegetjük a dolgokat, hogy mi legyen a következő nap, és azért a párkapcsolatokban is, pláne ez a karantén időszak azért egy nehéz feladat elé állította nyilván az embereket. Nagyon sok időt töltünk egymással. Egyik kedvenc kifejezésem az én idő, ami egyébként annyira borzasztóan hangzik, de egyébként értem a jelentőséget. Igen. Tehát, hogy az egyre kevésbé van meg, egyre kevésbé tudjuk megélni azokat a dolgokat, amiket úgy egyébként egyedül szeretnénk. Tehát, hogy nagyon szeretjük a párunkat, de úgy van, amit úgy külön. Annak ellenére, hogy az egyik legismertebb párkapcsolati kutató, aki nagyon sok könyvet is írt, azt mondja, hogy már pedig ez a legfontosabb, és pontosan emiatt, mert a karantén miatt is nagyon sok ember össze van zárva,
akkor sem tudnak egyedül lenni, tehát hogy kell, hogy igenis töltsünk külön időt. Úgyhogy most azt szeretnénk kérni a mi drága hallgatóinktól, hogy mi az, amit a legjobban szeretnek csinálni a párjuk nélkül. Írják meg nekünk, mondjuk horgászni, shoppingolni, fodrászhoz menni, barátnőkkel romantikus filmet nézni, mert ezt vele például nem lehet. Írják meg nekünk SMS-ben vagy a Facebookon. 0630 30 30 95 8. És most indul a Sláger reggel. Sláger FM. 7 perc elmúlt 7 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Igen, jött egy üzenet, ezt is majd megfejtjük. Igen, ki mit szeret a párja nélkül csinálni? Mert hogy kell az én idő, amikor mondjuk olyan dolgokat csinálunk, amit a párunkkal nem lehet. Tessék megírni nekünk. Egy perc van, 1-1-8, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Hallgattuk Amy Winehouse-nak a Back to Black című slágerét itt ebben az esős időben most, és annyira jól esett. Tehát, hogy még az eső... Még esik folyamatosan. De nem az, hanem hogy nem, hanem hogy az esőt is elfelejtettem. Annyira elvisz a hangja, hogy ez valami őrület. Akkor még egyszer. Milyen jó lenne. Szerintem sokan örülnének neki, ha még egyszer meghallgathatnák. De hát majd egy kicsit később talán, azért annyira ne csípelj. Sajnos van két fontos közlekedési info. Az M2-es autóúton Budapest irányába a Dunakeszi csomópontnál egy személyautó és egy kis teherautó ütközött össze. A 21-es kilométernél lezárták a belső sávot. 2-3 kilométeres a torlódás. Illetve baleset okoz fennakadást a Szentendrei úton befelé a Pók utca előtt is. Hát igen, mondjuk ezek a jó kis vízfolyások azért, amikor úgy meglepik, mondjuk pláne a kis teherautót, hogyha meg sincs pakolva, kicsit elkönnyül a hátulja, akkor azért ott lehető szambázni vele, úgyhogy nagyon óvatosan mindenki. Van egy Carol Bruce nevű párkapcsolati kutató hölgy, aki nagyon sok könyvet írt már arról, hogy hogyan lehet egy párkapcsolat jó és sikeres. Rengeteg előadást tart, és egyébként azért szeretik, mert hogy olyan jó gyakorlati dolgokat ad, meg ötleteket, amiket tényleg be tudsz építeni a párkapcsolatodba. És ő azt mondta, hogy most pont ebben a helyzetben, amikor ugye ezért sokaknak kellett összezárva lenni a párjukkal, pláne például Amerikában, ahol tényleg fél éven keresztül otthon kellett lenni, és nem tudtak kimozdulni, hogy kell otthon is, meg amúgy is, hogy legyen egy kis én időd, mert különben megbolondultok, és egymás agyára mentek, de azt mondta, hogy ezt akkor is tartani kell, amikor mondjuk nincsen karantén helyzet, mert hogy az én idő az azért fontos, mert olyankor egy kicsit máshogy, olyan, mint hogyha a saját életedet élnéd, és persze az is a saját életed, amit a pároddal együtt élsz, csak hogyha nincsenek külön dolgaitok, akkor egymás agyára mentek előbb-utóbb. És azt mondja, hogy a sikeres párkapcsolat egyik legfontosabb alapja az, hogy igenis legyen olyan idő, amit mondjuk egyedül töltesz, vagy a barátaiddal, vagy bármi, csak a párod nélkül. És egyébként mennyire aktuális a dolog, mert nyáron, nyilván ugye a karantén történet ugye hazánkban elindult így március közepétől körülbelül, tehát hogy azért relatív jó idő volt. Lehetett menni mondjuk a kertbe, lehetett a teraszra az erkére. Na most, hogyha kinézünk az ablakon, és otthon be vagyunk zárva az 53 négyzetméterbe, mondjuk kettecskén, az még a jobbik eset, hogyha ketten vagyunk, és mondjuk nem hárman. Tehát, hogy mondjuk az erkére nem tudsz kiülni, mert hát rögtön pacalázol. Tehát, hogy az egymás szájában élünk, azért az egy nehéz dolog, és természetesen szeretjük a párunkat, jól megvagyunk, az igazságban semmi probléma nincsen, de való igaz, hogy egy idő után egy kicsit jön az, hogy én egy fél lépéssel hátrébb lépnék, és csak ugye szusszannék egyet, és úgy kiengedném a fejemből, ami benne van, és akkor fél óra, egy óra, tök elég, és utána ismét tudunk egymással beszélgetni. Hát nekem azért fél egy óránál kicsit több kell. Tehát, hogy azért, tényleg az én idő az, nem azért fontos, mert hogy én ilyen, olyan vagyok, mint egy ilyen kis szabad madárka, és ezt a férjem akkor is tudta, amikor elvett feleségül. Tehát én imádom azt, amikor elmehetek a barátnőimmel, úgy, hogy csak a csajokkal vagyunk. És képzeld el, hogy ismerek olyan párokat, ahol a fiú teljesen meg van bolondulva, hogyha a lány elmegy egyedül, sőt, megsértődik, hogyha nélküle tervez programokat. Na most, hogyha a férjem ezt csinálna, akkor mi már nem lennénk együtt. Valószínűleg egy összesen jöttetek volna. Mert hogy ő tudja, hogy én ilyen vagyok, hogy nekem az kell, hogy beüljek a csajokkal, hogy dumáljunk, hogy hülyüljünk, nekem az töltődés. És a másik dolog, amit nélküle szeretek csinálni, az pedig az adásmenet készítése. Nem ugyanis, mondod. Amikor ugye az adásmenetet másnapra írom otthon, ő akkor érkezik haza. És ő elkezdene
sztorizni, egyen meg a szívét, olyan édes, és nem tudok ráfigyelni, és az olyan kellemetlen, mert amikor olyankor beszél hozzám, abból semmit nem tudok visszaidézni. Úgy csinálok, hát nyilván ez mindenkinek megvan, mintha figyelnék. Igen, nyúlbogat, de jó. De ha belekérdezne... Ezt mondtad neki valaha? Nem. Aki ez most egy nagy kitárulkozás itt? Hát igen, én mindig őszinte vagyok. Ébren van már a Tomi? Ébren van, hétkor kell, igen. Mindjárt ír is, szerintem. Igen, tehát hogy az úgy jó, hogyha azt egyedül csinálhatom. És akkor tegnap az volt, mivel tudtam, hogy ma ez a témánk, pont írtam, hogy nyúlbogár, addig menj le edzeni, amíg én megírom az adásmenetet, légy. Elküldted otthonról? Nem elküldtem, mert nagyon boldog volt, hogy lemehetett edzeni, és volt ideje még a bevásárlás előtt. Tehát, hogy tegnap azt még be tudtuk zsúfolni. Ja, ő boldog volt. Örül, hogyha elküldöd? Nem, ő örült annak, hogy le tudott menni edzeni, tehát, hogy volt rá idő. Ja, te most mit próbálsz itt kekeckedni? Nem, én nem kekeckedek, nem. Örült, hogy elmehet. Jó, most engedélyezek neked másfél órát, elmehetsz edzeni. Juhú! Fejbe foglak verni. Hát de most nem, hát nem csak ezt úgy mondtam. Mondtad. Csak nem. Úgy mondtad, nekem ez jött le. Nem, hanem, hogy edzés volt még, mielőtt mentünk bevásárolni. Ő utált bevásárolni, és azt hitte, hogy majd ezt nem lesz megértem. Ideje edzésre. És mondtam, hogy mivel megcsúsztam, az adásmenet írással nyugodtan menjen le edzeni, mert ez nekem is jó, neki is jó. És akkor nem úgy megyünk vásárolni, hogy... babácska, érjünk haza, mert nem tudok edzeni. Mert neki meg az a fontos. Tehát neki az én idő az az, amikor berakhatja a kedvenc rockzenéit, és akkor mint az állat úgy edzhet, mert akkor ki tudja üríteni a fejét. És én ezt tudom, hogy ez neki fontos, és én is ezt tiszteletben tartom, és ez nálunk itt tök jól működik. Bármit is akarsz ebből kihozni. Nem akartam ebből semmit kihozni. Én nem vagyok ilyen gonosz. De... Gonosz vagyok. Most azt mondod, hogy gonosz vagyok? Nem, imádsz kekeckedni. Azt én. De nem vagyok gonosz. Az első üzenet, ami érkezett azzal kapcsolatban, hogy ki mit szeret csinálni a párja nélkül. Sziasztok, én bevándorló vagyok, a Retro Rádióról jöttem. Imádlak titeket, maradok nálatok, hogy mit szeretek csinálni anya nélkül? Hát pukizni. Jézusom, Petra! Ez a Sláger reggel. 7 perc múlva 7:30, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Hát még mindig kettecskén vagyunk a stúdióban, pedig az én idő nagyon fontos, legalábbis kutatók ezt állítják. Nem is kutatók, Carol Bruce párkapcsolati kutató, jó? Tehát ő egy nagyon fontos szaktekintély. Igen. Egy állítja. Jó, hát ő... Több is állítja. A több is biztos ezt mondja, de hogy ő azt mondja, hogy azért nagyon-nagyon fontos, mert ezzel mondjuk megmenthető egy kapcsolat, és nagyon sokan egymás agyára mennek. Mondjuk, hogyha családi bizniszben dolgoznak, akkor azt hogy oldják meg? Mert az munkaidőben is együtt vannak. Azt szerintem az alapja minden problémának. Az biztos. Hogy esetleg van olyan hallgatónk, aki családi bizniszben dolgozik a férjével, akkor írják már meg a tapasztalataikat. Hát vagy a feleségével. Feleségével, hogy oldják ezt meg, mert azért ez tényleg ez durci lehet. Együtt kelünk, együtt megyünk be dolgozni, együtt vagyunk egész nap, hazaérünk együtt lefekszünk aludni. Hát az... Azta! Szóval az nagyon kemény lehet. Igen. Hát azért ez hosszú távon nem biztos, hogy annyira... De ha van erre pozitív példa, akkor ezt várjuk. Képes. No, nálatok mikor kell neked az én idő, és mit szeretsz akkor csinálni? Szerintem a Dóri látja, hogy nekem mikor van szükségem arra, hogy egy kicsit úgy... Most úgy hadd maradjak egyedül. De olyankor mit csinálsz? Hát szerelgetek például. Tehát autószerelésnél, hogy jön, és akkor tehát Csillag állja arra, hogy picit, most a másik oldalra kicsit, várj egy picit, rajta állsz, nem tudom mi, és akkor... Tehát, utána érzed, hogy ja, akkor azért viszonylag hamar. Aha, tehát ez mit tudom, ez tart egy 15 másodpercig, akkor háromszor van útba, és akkor rögtön kap, jó... Na jó, akkor fölmentem, akkor berakok egy mosást. Jó van, Csillag, oké, és akkor túltárgyaltuk, és ezzel meg is van oldva, tehát hogy ezt úgy szerintem érezzük. Én nem tudom, hogy én sok vagyok-e neki, tehát hogy ő neki kell ilyen elvonuló idő, de szerintem mi tartjuk ezt a távolságot, tehát nem ez az egymás nyakán meg nem vagytok ülünk. Folyton együtt, igen. Tehát hogy azért ez így megoldható, mert ti is adtok egymásnak így erre lehetőséget. Meg puszit is néha. Puszit is adtok? Tényleg. Ja, egyen meg a szívedet. Dri azt írja nekünk, hogy 10 évig együtt dolgoztunk, valószínűleg jövőre szét is megyünk. Na tessék még egy példa arra, hogy együtt akkor dolgozni a párunkkal, az horror. Igen, Zsóti azt írja, hogy jó reggelt nálunk, az asszony azt nem képes megérteni, hogy az örökös kontrollmániájával, hogy azzal, amit tesz, pont azt fogja elérni, amit a leginkább el akar kerülni. Ha egyedül megyek valahova, akkor neki az már gyanús. Ú, Zsolti, az nagyon durva lehet. Hát és adásul kamionosként azért az, hogy egyedül mész valahova, igen. Az benne van a pakliban. Igen. Ez a kontroll, ez azért az durva, hogy fél óránként füstjel. A kontrollmánia férfiak és nők részéről is nagyon kemény. Tehát, hogy azért az, na,
Igen. Memme kollégánk az imént bejött, és azt mondta, hogy ő horgászni szeret a leginkább egyedül, és hogy olyankor az ő párja porszívózik. Sőt, ő azért megy el horgászni gyakorlatilag, mert elkezd otthon zúgni a porszívó, amikor azt mondja az ő kedves, hogy mennyi már innen merútban vagy. Ez tök praktikus egyébként, hogy igen, tehát hogy olyan készülékeket használjunk, ami a másikat idegesíti. Igen, és akkor és elmegy ott horról. Ez a Sláger reggel. 5 perc múlva 3:48, jó reggelt kívánunk Pardán Petrával. És Viktorin Tamással. Az én idő fontosságáról beszélgetünk, bármennyire is furcsán hangzik első hallásra, de tényleg valóban szükség van arra, hogy a párunktól azért egy kicsit tudjunk távolságot is tartani. Tehát legyenek olyan pillanatok, amiket csak magunk élünk meg, és nem mindent együtt. Tehát ez a reggel együtt kelünk, együtt megyünk be dolgozni, a munkahelyen is együtt vagyunk, este is együtt vagyunk, együtt fekszünk le aludni. Tehát azért ez hosszú távon valószínűleg nem túlságosan tartható. Jött azért jó néhány üzenet. Én például 2-3 napra elmegyek horgászni. Mindig ellenőrizhető vagyok, de két kivétellel 12 év alatt nem jött a hatóság. Igen. A halfogás 20 szadrangú. Mindketten felüdülünk. De jól csináljátok. És ez akkor nálatok a 12 év alatt egy bevált módszer. Elmész horgászni, te is kikapcsolódsz, addig ő is azt csinál, amit szeretne, mert lehet, hogy éppen olyankor szeret olvasni, vagy a barátnőivel csevegni, és azt meg egy férfi nem akarja végighallgatni. Tehát az azt is... nem. Azt nem. Az biztos. Van tapasztalatod? Nem. Jaj, csak mert azt olyan őszintén mondtad. Ne, ilyen filmekből csak, amiket jó, látok. Jó, rendben. Gizus azt írja, a férjem a karantén alatt ment az agyamra, a főnököm azóta, hogy be kell járni dolgozni, a kölkök csak alapból kikészítenek, és néha magamnak is sok vagyok. Jó, hát azért tény, hogy mindenben meg lehet találni a szépséget. És ugye azt kérdezi Gizus tőlünk, hogy tanács, hát drága Gizus, nincs tanácsunk, tök jól csinálsz mindent úgy, ahogy van. Igen, néha bosszantó emberek is vannak az életünkben. Igen, de hát ez vele jár. Jön Viktorin Coelho, úgy fogadd el magad, ahogy vagy. Köszönjük szépen. Kérem. Ezzel sokat segítettél. Ezzel kevesebb nem levicszem. Itt van velünk Doresz is. Szia, jó reggelt! Jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt! Ti ugye 18 éve dolgoztok együtt a férjeddel. Igen. Aha, két gyereketek van. Igen. Hát már felnőttek, 17-21 évesek. Aha, és mennyire nagy a feszkó közöttetek, hogy együtt is dolgoztok, ugye nyilván házasok is vagytok? Igen, időszakonként jönnek a feszültségek nyilván, de erre találtunk megoldást, hogy amikor nagy a feszkó, férjem elmegy futni, én meg kimegyek a kertbe kertészkedni. Tök jó! Hogy elkerüljük egymást. Teljesen jó. Hogy tud futáshoz elvinni 3 napi élelmet? Hát nem kell. Azért annyira nem kell. Amúgy ő hosszú távot fut, félmaratont fut, tehát bőven elég az a pár óra, amikor elmegy, és mire visszajön, addigra lenyűszik mindenki. Addigra gyönyörűek a rózsáid, nem? Igen. Fel van ásva az egész kert, újra van, át van ültetve. De ez tök jó. Akkor ez a hosszú házasság titka. Tehát abszolút te is egyetértesz, hogy kell az én idő, ugye, Doresz? Igen, és érdekes, mert ebbe a futásba találtuk meg mégis megint egy közös programot, hogy együtt megyünk külföldre, európai városokba, ahol megrendeznek félmaratont vagy maratont, azon részt vesz, én pedig ott vagyok mellette, fotózok, de kirándulunk. Jó, tök jó! Jól csináljátok. Jól csináljátok. Sikerült. És hát neked lehet hinni, mert 18 éve működik a akkor dolog, úgyhogy az már azért egy nagyon szép idő. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Mi is neked. Szia. Roszka írt egy üzenetet. Sziasztok, szerintem az együtt töltött évekkel egyre növekszik az én idő igény. Én például, amikor fülig szerelmes voltam az akkori friss kapcsolatomba, szabadnapot vettem ki, hogy vele legyek. De aranyos. Na, teltek az évek, és azt is elhallgattam, ha Szabin voltam. Olyan jó volt, amikor becsukódott az ajtó utána. Azért az kemény. Nem, hogy nem mondod el otthon, hogy ma szabadnapos van, és elmész, nem tudom, csellengeni a plázába, csak vagy bármi, csak haza ne kelljen menni. Hát szerintem azért biztos, hogy vannak, akik így élik az életüket, sajnos. De meredek azért. És az a rosszabb, mert hogy ott nem tudod megbeszélni. Én nagyon hálás vagyok a férjemnek, hogy vele mindent meg tudok beszélni. Tehát, hogyha úgy érzem, hogy már pedig nekem most valamire idő kell, akkor azt mondja, babácska, menjél. És ennyi. És ez így tök jó. Hívjuk fel a Tomit is, hogy mi a véleménye. Nem, ez biztos. Hát de ugyanezt mondaná. Jó, tudod, én sosem hazudok. Na és milyen aranyosak vagyunk, mert a Gizusnak sokat segítettünk. Már megérte felkelni, köszi a tanácsot. Jó vagyok így. Helyes, így van, maradj is ilyen, és egy kicsit barátkozz meg önmagaddal, de minden a legnagyobb rendben. 0630 30 30 95 8. És most indul a Sláger reggel. Sláger FM.
5 perc amúgy 8 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Várjuk a legjobb óvodás sztorikat, mert hogy a Rákosmenti óvodában csodálatos homokszobrokat csinál a gondok, na őt is hívjuk már, és addig pedig jönnek a Jónás testvérek a Waramenga Radóval. 4 perc múlva 4-9, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Hát, hogyha egy visszaemlékezünk az óvodás élményeinkre, nyilván nekem nagyon nehéz, mert ugye én ugye alapvetően semmire nem emlékszem. Tehát, hogy nekem bármire nehéz így visszaemlékezni. De mondjuk azért azt kijelenthetjük, hogy az óvoda még nem annyira megosztó, mint mondjuk az iskola. Ott azért már lehetnek olyan dolgok, hogy hát nem akart járni, nem olyan volt a közösség. Nem tudom, az óvoda azért még egy olyan kis melegfészek. Én úgy gondolom, legalábbis úgy gondolom, hogy akik jártak óvodába, azok így emlékeznek rá. Én is jártam, csak nem emlékszem rá, de ez egy külön dolog. Egyébként, hogyha valaki a Rákosmenti Kuckó óvodába járna most, annak nagyon jó dolga lenne, mert hogy Balogh Csaba, az óvoda gondnoka, fantasztikus homokszobrokat készít. Itt is van velünk a vonalban Balogh Csaba, illetve Baliné Réka, az intézmény vezetője. Jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt! Sziasztok! Csaba, hát a csodálatos alkotásaidat a Sláger FM Facebook oldalán is megosztottuk, mi teljesen beleszerettünk. Tehát, hogy az oké, hogy te gyárilag egyébként fa szobrász vagy, de hát ugye nyilván, mivel az nem tudtál abból teljesen megélni, ezért mentél el a óviba gondnoknak, ugye? Hát ez nem teljesen így van, más családi okok miatt történt meg a dolog, tehát nem teljes mértékben azért így van. Aha, de oda kerültél az óviba. Ahol a te feladatod, mint gondnok, igazából nem az lenne, hogy ennyire jó fej légy, hogy a gyerekeknek mondjuk homokszobrokat készítesz, vagy csodálatos falfestményeket, hanem csak az, hogy mondjuk a leveleket összesöpörnek az olyan dolgokat, mint amiket általában egy gondnok csinál. Ilyen karbantartási dolgok, igen. Hát de te nagyon jó fej vagy, hogy elkezdted ezt csinálni. Hát köszönöm. Azért, mert szeretted volna, hogy mosolyogjanak a gyerekek? Hát igen, ez persze, ez közel van, szeretem a gyermekeket, hát nekem is van kettő. Aha. Úgyhogy nekik is ugye farsankor, meg ilyenkor készítettem jelmezeket, aztán így végig is mindig szeretek így alkotni. Honnan jönnek ezek az inspirációk? Mert például kiraktuk azt a fotót is, ami egy polipról készült, és annyira jól meg van csinálva, tehát egy szenzációsan jól néz ki. Tehát hogy jön az ötlet, vagy hogy jött ez, hogy a homokban ilyen kvázi szobrokat csinálj? Hát az ember ugye sok mindent, már nyaralásokon is készítettem ilyen homokszobrokat, úgyhogy igazából egy kezemben van, mert ugye szobrászként azért sok dolgot faragtam már, és az emberbe kezdődik, megjeltem rajzokat, fényképeket, ember megnézi, és megtanulja, és fejében meg lesz a forma. És amikor látod az arcukat, tehát, hogy annyira örülnek, akkor itt van sikongatás rendesen? Hát persze örülnek, és akkor megköszönik. Tök jó. Persze a masét is rombolódik, ugye? Igen. Igen, te építgeted. Aha, igen, hát mondjuk ez gyerekeknél teljesen normális. Réka, mit szóltál ahhoz, amikor először megláttad mondjuk ezt a homokszobrot? Mert azért úgy ránézésre látszik, hogy ezt nem a gyerekek csinálták. Hát igen, én ismertem Csabit már régről, és tudtam, hogy neki vannak ilyen művészi hajlamai, egy művész lelkű ember, de nagyon-nagyon örültünk a kollégák is, és a gyerekek is, mikor látták ezeket a szobrokat. Hogy mi nagyon örülünk, hogy Csabi itt dolgozik velünk, és minden színesebbé teszi a napjainkat. És hát színesebbé teszi a falakat is, az óvi falát, mert hát oda is egy olyan gyönyörű festményt készített, hogy elájult, amikor megláttam, úgyhogy ezt is megosztottuk a Facebook oldalunkon természetesen. Azért ez is egy jó érzés, nem? Hogy a gyerekek bemennek, és egy gyönyörű ilyen mesebeli várat látnak. Hát bizony, igen. Ez elvázolja a gyerekeket, meg esztétikussá teszi a környezetüket, és nagyon inspirálóan hat. Nagyon szeretik a gyerekek Csabit, főleg mióta ő a lázmérős bácsi az ajtóban. Igazából Csabival csak az óvodai rendezvényeken találkoztak, mert ott is az arcukat festik, hát egyszerűen Csabi bácsi a fiúk kedvence a zombival, a Batman-nel, úgyhogy nagyon szeretik őt. De menő lett volna, ha az én óvis éveimben is van valaki, aki ilyen szép arcfestést tud készíteni. Mindjárt kifestelek, figyelj. Tomi, az a baj, neked nincs ilyen irányú kézügyességed. Nem baj. Az a kérdés, hogy nektek mi a legjobb óvis emléketek, élményetek, Csabi? Hát, nekem is ugye kevés dolog ugrik be, inkább ilyen érzések, de azért volt olyan, amikor az óvónéni, ugye voltak ezek a régen, ezek a naptárak, ezek a naptárak, aminek az egyik oldalán volt a naptár, másik oldalán ugye üres volt,
és arra rajzolt nekem filccel ilyen valami szép alakot, nem emlékszem pontosan mi volt, de azt megmaradt emlékszem, és őrizgettem el. Na de ez is de a művészethez kapcsolódik. És Réka, neked mi volt a legkedvesebb óvodai emléked, élményed? Hát én nagyon sok óvónéni gyerekkel, unokával jártam egy csoportba, és mi mindig azt lódítottuk, hogy nekünk nem kell aludnunk, mert jönnek értünk, és akkor mi alvás időben rajzolhattunk, megszínezhettünk. Persze, amikor jöttek értünk a szüleink, akkor annyira nem voltak boldogok, de én imádtam az óvónénieimet, és ők is nagyon szerettek. Úgyhogy én erre nagyon emlékszem, amikor mi rajzolhattunk, amíg a többieknek aludni kellett. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és csodaszép napot kívánunk. Szép napot! Köszönjük szépen! És köszönjük szépen, hogy vagy így az óvina. Sziasztok! Sziasztok! De aranyos, és milyen érdekes, hogy nekik is ez az óvodai alvás, ez igen, azonnal ez beugrik. Igen. Én nem tudom, én nekem nem kellett aludni az óvodában. Nekem kellett volna. Hazavittek. Nekem kellett volna. És bebújtam a hova? Kinyitható ágy alá, mert meg elbújtam mindenhova. Igen. És ott kúsztam, másztam, hogy ne kelljen aludnom. És szegény óvónéni pedig szeretett nagyon, és olyan jó, hogy ezt elviselte, de én mindig próbáltam menekülni. Most meg mit nem adnék azért, hogy minden délután alassak. Ugye? Igen. Hát, hogy esetleg kimehetsz a homokozóba. Most is ilyen szép idő van, bármit igen. tudsz csinálni belőle, jól összetapad. Sláger reggel. 8 perc múlt 8:30, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással, hogyha valaki esetleg most hallotta először a Maroon 5 slágerét, szerintem beleég az agyába. Egyrészt a szövege az valami brutál durva, másrészt pedig annyira más világba viszel minket, és valószínűleg ez köszönhető annak, ugye, hogy Adam Levine, amikor ezt énekelte, akkor ezt az elhunyt barátjának és menedzserének énekelte, Jordan Feldsteinnek, aki hát ugye nagyon fiatalon hunyt el, és ráemlékezett, és nem tudom, tehát hogyha az ember hallgatja ezt a dalt, akkor valahogy mindig olyan borzongatóan jó, kicsit szomorkás érzés fogja el, legalábbis engem. Szóval, hogy így jó is egyben, meg egy kicsit olyan, nem is tudom. Ebben az időben nagyon-nagyon-nagyon jó lesz. Szerintem passzolt most abszolút az időjáráshoz is, és a hangulathoz is. Igen, és emlékekről beszélgetünk, mert hogy, feltéptük a sebeket, igen, az óvodai sebeket, és az a baj, hogy ahogy egyre többet beszélgetünk róla, egyre több dolog jut eszembe. Tehát én most már lassan úgy érzem magamat, mint hogy egy kanapén feküdnék itt, és nem tudom, lementünk volna valami hipnózisba. Kérlek, mondd, hogy nem csak fejbetörésed van megint, meg valami olyan, hogy leestél a mászókáról, összetörted a nem tudom, bármidet. Kérlek, mond. Hát akkor viszont nincs más, amit mondani. Tehát nincsen más élményed. Csak ilyenek történtek. Nem, volt egy nagyon aranyos óvónéni. Legyen már valami jó. Volt egy nagyon aranyos óvónéni, őt én nagyon szerettem. Igen? Olyan nagyon kedves volt, olyan igazi nagymama, tehát, hogy olyan hangot. Ja, hogy idősebb óvónéni? Aha, idősebb óvónéni volt, igen. Igen, tehát nem hát, hogy a nagymama. Szerettem, hogy igen. Tehát... Ja nem, csak hogy a fiatal óvónénik, ők, például nekem volt egy fiatal óvónénim, őt azért szerettem, mert ő nagyon szereti ilyen mondókákat nekünk mondani. Az idősebb óvónénik meg igen, ilyen nagymamáskodók voltak, meg ők így ringattak minket, meg nem tudom. Most mi van? Hát most előfordul az ilyesmi, hát most egy idő után nyilván a fogak elvesztése az... De Jézusom, nem ilyen volt! Ja, te nem jó volt ég, te milyen óvodába jártál? Hát azt hittem, hogy mit tudom, neki ment a sárga busznak, ami ott volt az udvarotokban, és nem tudom, a felső fogsor kihullott. Na jó. Hát most miért? Hát ez... Tomi, mondj egyetlen egy normális óvodai emléket. Kérlek nincsen, szépen! Hát kérdj, mert nincsen. De hát hogy lehet volt, az? Most mondtam, hogy az a néni aranyos igen, volt. Igen, de ennyit mondta, hogy aranyos volt, az nem a te emléked, az csak az, hogy... Mi az, hogy nem az én emlékem? Hát nehogy már elvett tőlem az óvodai emlékeimet. De... Figyelj, tehát ez valami történés, tehát, hogy valami... Ja, hogy akcióra igen, vagy valami, ami jó, tehát kérlek. Nem tudom, hintáztál, fütyörésztél közben, vagy az óvodában tanultál nem. meg valamit, tehát, valami pozitívum. Igen, olyanok voltak, hogy ilyen autógumik voltak például az udvaron, és akkor azokat lehetett görgetni. Fantasztikus élmény volt, igen. Hát most, hogyha azt mondod, hogy ezt is elveszett tőlem, akkor én most tényleg meg kartonba dőlök. Jó. Nem hiszem el. Hát minek jártam egyetlen óvodába, azt se értem most már. Igen. Mi az, hogy igen? Hát, jó. Aj, nem igaz. Hát én itt kitárulkozom teljesen. Ki? De csak szörnyű történeteket mesélsz. Hát mit csináljak? Hát hazudjak. Jó. Hazudjak, hogy jó volt a főzelék? Nem volt jó. Jó, rendben. Oké, hogyha valakinek van pozitív élménye, de lehet akár hát, olyan ideges vagyok, hogy nem is, igaz. Mint te. A semmilyen emlékekkel hívjanak fel minket. Mondják el, hogy semmire nem emlékeznek az óvodából. Hát hasonló semmilyen hát, történetek van. Megtanultam otthon, anyám még megtanítottak engem írni, olvasni. Igen. Még óvodás koromban. 3 és 4 éves voltam, és hát nem, nyilván nem folyóírása, de hogy
így tudtam írni, meg ismertem a betűket, meg tudtam olvasni, igen. És tudom, hogy az óvodában úgy néztek rá, mint a nem tudom, honnan jöttem volna. Apámmal gyalogoltunk egyszer föl szombaton a budafoki piacról, és a Nemzeti Sportot olvastam. 3,5 éves voltam, és konkrétan hát akkora volt a Nemzeti Sport. 3,5 évesen Nemzeti Sportot olvastam. Akkora volt a Nemzeti Sport, mint egy lepedő nekem konkrétan, és jött valami haverja, országos cimbarája lefelé. Te gyerek, mit csinál? Nézte. Ja, hát nézegeti a sport. Ja, a képeket meg is. Ja, nem, hát szerintem olvasgatja. És akkor hát nyilván tagolva lassan, de akkor felolvastam az egyik cikknek a címét. Tudom, és teljesen le volt döbben, és akkor kérdezte, hogy hány éves, hogy 3,5 éves vagyok, ezt mondtam, és ez az első emlékem, amire emlékszem. Na, Laci V8 azt írja, hogy Tomi, egy óvodába jártunk, ezek szerint neki is hasonló emlékei vannak, mint neked. Jó, illetve hát tulajdonképpen az ilyen furcsák is jöhetnek, mint Tomi, de azért a kedvesebbek azért egyen jobban esmélynek. Valakinek hátha van. Ez a Sláger reggel. 7 perc múlva 9 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Olyan üzenetek jönnek, hogy én tényleg most már kezdek csodálkozni, hogy én egyáltalán jártam-e óvodába, vagy lehet, hogy újra kéne járnom. Misi írt egyet. Sziasztok, engem is értek kisebb balesetek az oviban, de nagyon szerettem. Igazi rossz fiú voltam egy másik sráccal együtt, de jó volt. Viszont van egy 5 éves öcsém, neki még pisilnie kellett, csak a lefekvés előtt. Délután az óvónéni nem engedte ki. Öcsém elővette, oda pisilt az ágy mellé. Azóta kiengedik pisilni. Jó a műsor, Petra, cuki hangod van. Mi sírja Szombathelyről? Köszönöm szépen. Azért az milyen dolog az óvónéni részéről, hogyha nem enged ki egy gyereket pisilni az óvodában? Hát valószínűleg figyelnie kellett ott rá, vagy nem tudom, és akkor hát gondolt, hogy odázza még egy kicsit a dolgot. Hát egy kisgyerek azért nem tudja úgy visszatartani, édes csillag. Hát ez ki is, de... Igen, elég gyorsan. Sziszi, Acire, sziasztok! A legkedvesebb emlékem az oviból, hogy a déli alváskor Enikő óvónéni fuvolázott, vagy triolázott nekünk, és én ennek hatására bepisilni. Ja, nem, hogy elugrott egyet a sor. Megtanultam mind a két hangszeren autodidakta módon játszani. Ekkor már második osztályos voltam. De ügyes vagy. Én nem tudok triolázni. Nem is. Trillázni, azt tudok. Na, az meg. És itt van velünk Gyuri. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok mindenkinek. Neked két nagyon emlékezetes sztorid van, ugye, az oviból? Hát igen, ami jó is, meg nem is, meg remek, meg csodás. Hát annak idején én elmúltam 67 éves már. De annak idején egy ilyen nagy teremben mindig délután fölragosgatták ezeket a szétnyitható gyerekágyakat, amin aludtunk. És hát bizony én nem feküdhettem le, mert nem tudtam masnit kötni a cipőm fűzőjére. És azt kellett gyakorolni alvás helyett. Uram és Isten. Hát ez nagyon-nagyon-nagyon rosszul esett akkor. Azóta úgy gondolom, hogy lehet, ez volt a jó emlék, meg megtanultam bekötni a cipőfűzőben. És a másik? Küldök egy tapsot, figyelj, ez szenzációs. Igen, 67 évesen be tudja kötni Gyuri a cipőfűzőben. Hát figyelj, ezek jó dolgok, hasznos. És a másik pedig, ami jó élmény? A másik pedig az, hogy nagyon-nagyon kedves és természetesen szép óvónéném volt, és én nagyon-nagyon szerettem, és mondtam neki, hogy várjon meg, míg felnövök, mert nagyon szeretném elvenni feleségül. És megvárt? Hát nem, sajnos az élet elcsodott bennünket. Pedig milyen jó lett volna. Igen, akkor még így gondoltam. Köszönjük szépen, puszilunk, és szép napot neked. Egyébként a nevére emlékszel még, hogy hívták az óvónénit? Éva néni. Tessék. Éva néni. Éva néni, ha hallja, akkor szerintem most puszi. Telefonáljon. Ja. Így van. Gyuri, örülünk, hogy beszéltünk. Csók. Jó, köszönöm szépen, szép napot nektek. Köszönjük szépen. Szia. Ez tök jó egyébként, de szerintem sokan voltak szerelmesek az óvónénébe. Pláne gondold el, hogy jön egy ilyen kis, éppen a főiskoláról megérkezik. Igen, gyönyörű csókolom, még ilyen tündéri a gyerekekkel, és nem az van, hogy nem aludhatsz, hogyha nem kötöd be a cipőfű, vagy nem tudod bekötni a cipőfűződet. Azért szerintem ott sok kisgyereknek a szíve lángra lobban. Az biztos. Istenem, én most annyira érzékenyültem. Mi bajod van? Azért, hogy én még az óvodában sem voltam szerelmes az óvónénibe. Hát én nem tudom, egyre meg az a legdurvább, hogy minden hallgatóknak van élménye, neked meg nem nagyon. Az az egy, hogy... Milyen szerencse, hogy én vagyok az egyik műsorvezető. Tudunk ilyen jó dolgokról beszélni, és ki tudom adni önmagamat. Na, reméljük, hogy majd a következő órában lesznek élményeid, emlékeid. Hűha. Vagy nem, de hát meg kiderül. Hát igen, mert ugye egy ékszerboltos nőt elég rendesen kiosztottak, ugyanis ő megosztotta az interneten az élményeit, ugyanis érkezett hozzá egy úriember, aki
kért egy, mi volt, fülbe való? Kért egy ajándékot a feleségének. Igen, ez nem is derül ki. Egy ajándékot a feleségének. Igen. És egy ajándékot a barátnőjének is, amin az egy éves évfordulójukat ünnepelték. És hát az lett volna a feladat, hogy ráírjon egy kezdőbetűt a csomagra, hogy meg tudja különböztetni majd az úriember, hogy melyiket kinek adja. Ő viszont állítólag összekeverte a két betűt. Nem véletlenül. Nem véletlenül. Igen. Igen, mert hogy ő szolidáris szeretett volna lenni a feleséggel, viszont emiatt nagyon sokan kiosztották, pontosan azért, mert hogy nem volt joga ahhoz, hogy beleavatkozzon. Sokan ezt írták neki kritikaként, mások viszont abszolút egyetértettek vele, hogy igenis le kell buktatni valakit, hogyha valaki mondjuk félre megy. Bár ez nem biztos, hogy az ékszerboltos hölgy dolga, de hát döntsék el a hallgatóink. Kerültek már hasonló helyzetbe, hogy mondjuk tudták, hogy egy ismerősük hát tilosban jár, és szóltak-e annak az illetőnek, akivel szemben ezt megcsináltam, mert ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Barátságok is akár tönkre mehetnek emiatt, de természetesen a tapasztalatokra kíváncsiak vagyunk. 0630-30-30-95-8, már is ezzel folytatjuk. És most indul a Sláger reggel. 6 perc múlt 9 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Hogyha tudjuk, hogy az ismerősünk tilosban jár, akkor szólunk-e a párjának? Na, ez a nagy kérdés. 0630-30-30-95-8, jön Zara Larson és a Last Life, jó reggelt! 2 perc múlva 4:10, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Egy egészen izgalmas sztorit hoztunk, és igazából megosztó a történet, mert hogy... egy ékszerboltban dolgozó hölgyről van szó, aki lebuktatott egy hűtlen férjet, mert hogy bejött azért, milyen jópofa, tehát a, már bocsánat, a hülyéje, ha már ezt csinálja. Miért nem két külön ékszerboltban veszi meg az ajándékokat? Az egyiket a feleségének, a másikat a barátnőjének. Nem ötleteket akarok mondani, vagy javasolni, csak hogy úgy egyébként. Tudod, hány ilyen van, aki ezt nem gondolja végig? Mert hogy azt gondolta, hogy a feleségét a 10. házasság évfordulójukon szeretné meglepni, és hát az én gyönyörű feleségem feliratot kérte az ő ajándékára, majd pedig jelezte az ékszerboltos hölgynek, hogy elnézést, lehetne még egy ajándék? Barátnő felirattal? Igen. És neki pedig boldog első évfordulót, ezt kérte a kártyájára, és azt kérte még, hogy a feleségének szánt csomagra írjon egy K betűt, mivel Krisztin hívják, a másik ajándékra pedig Laurának egy L betűt. Aztán a videó végén elmondja a hölgy, Zoe egyébként, az ékszerboltos Csajci, hogy úgy emlékeztem, hogy a feleségét hívják Laurának és a barátnőt Krisztinnek. Uh-huh. Ops, úgy tűnik, összekevertem a csomagokat. Nem tudom, hogy a főnöke mit szól ehhez egyébként, tehát az ékszerbolt tulajdonosa, az is egy kérdés, hogyha ezt meglátta ezt a videót. A másik kérdés pedig az, hogy nagyon sokan, tehát 21 ezeren hozzászóltak az ő videójához, azért az elég sok, úgyhogy ő nem egy ismert ember, valaki, így igen. Van. És nagyon sokan egyetértettek vele, viszont rengetegen elítélték, hogy miért avatkozik bele mások életébe. És én is ezt támogatnám, tehát... ha te egy kívülálló vagy, nem ismered a feleséget, nem ismered az ő házasságukat, nem hiszem, hogy van jogod beleszólni, vagy így intézni ezt a dolgot. Lehet, hogy az lett volna, mondjuk, hogy ugye a kettő között maradjunk. Tehát, de hogy tudsz a kettő között maradni? Úgy tudsz a kettő között maradni, hogy mondjuk megosztod a videót a TikTokon, ahogy ő is tette, és egyébként 7,5 millióan nézték meg ezt a videót. Tehát megosztod úgy, hogy Krisztinnek a 10. házassági évfordulóra vitte a férje az ajándékot. Uh-huh. Emellett egyébként, hogy hívják, Laurának, uh-huh. az 1 éves évfordulóra. Uh-huh. Odaadja úgy, ahogy meg is volt beszélve, ráírja a kisbetűt, vagy nem tudom, mi ugye megvan a jelölés, hogy tudja az ipse, hogy melyiket kinek kell adni. És egyébként, ha meg a nő belefut a TikTokon mondjuk ebbe a videóba, a kedves Krisztin, és meglátja, hogy ja, hogy egyébként 10 éves évfordulóra is kaptam. Hogy mi is ez, és akkor kérdezünk rá. Akkor oké, és akkor nem is folyt bele, tehát nem árult nem húzta rá a vizes lepedőt, nem is az, hogy ő teljesen csöndben marad, tehát hogy így a kettő között valahol lavírozni. Ez nagyon nehéz dolog, pláne, hogyha látsz egy... Igen. És ez ugye itt az extra, vagy az, ami még egy csavar a történetben, hogy ugye ő nem ismeri őket. Igen. Tehát nem ismeri a családot, a párokat, mert így ugye van. Párokról van itt szó, annak ellenére, hogy csak hárman résztvevői ennek a dolognak. Igen. Tehát, hogy ő nem ismeri őket, viszont, hogyha mondjuk a baráti társaságban történik ilyen, hogy mondjuk egyik srácnak a párját mondjuk látod egy buliban, vagy bármilyen helyen, az, hogy mondjuk ő ott egy kicsit valakivel közelebbi viszonyt ápol,
akkor ezt kommunikálod, de mondjuk a te ismerősödnek. Azt írja egy hallgatónk, sziasztok, nekem volt egy nagyon jó barátom, az akkori menyasszonya nem ismert, és hallottam a munkahelyen, ahol ócsárolta a fiút. Szóltam a srácnak, persze nem hitte el. Mikor kiderült, hogy félre is ment, vége lett náluk a dolognak, de addigra a barátságunk is bukott. Az meg még rosszabb, amikor te vagy a rossz hírvivője, érted, és akkor rajtad próbálják leverni a port. Zsóti azt írja, hogy nem szólunk, semmi közünk hozzá, véleményünk lehet róla, de más életébe nem avatkozhatunk be. Én is ezt gondolom. Nálunk baráti társaságban volt, nem barátok, tehát hogy nem a közeli barátaim voltak, hanem csak a baráti társaság részei, és ott kiderült egy ilyen turpisság számomra, és én nem szóltam, és ez magától megoldódott ez a dolog. Aha. Tehát kiderült. De mennyi idő kellett? Onnantól kezdve, hogy én tudtam erről, hát pár hónap alatt kiderült. Csak tudod, az se kevés. Nem, de én nem érzem azt, hogy nekem jogom van ahhoz, hogy beleszóljak valakinek az életébe. Ha mondjuk a legjobb barátnőmmel történne ez, és látnám azt, hogy ez a sztori van, akkor ott hát ott azért érzem. Nagyon nehéz. Mert most elgondolkodtam, hogy igen, hogyha úgy közelíted meg a dolgot, hogy nem a barátnődnek szólsz, hogy figyelj, a Lackó egyébként hova jár mellé. Hanem a sráccal beszélsz, hogy figyelj, én tudom, hogy mi van itt, és akkor érdemes lenne. Igen. Hát talán még úgy. András megírta, ha barátom csinálja, nem szólok bele. Ha barátommal csinálják, biztosan szólok. Rita egy elég kemény üzenetet írt. Sziasztok, nekem annó szóltak, és hálás is vagyok érte. Na lehet, hogy Ritát felhívjuk. Sláger reggel. 8 perc múlva 9:30, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Hinnye jönnek a történetek elég rendesen. Igen, mert hogy egy ékszerboltos hölgy úgy döntött, hogy lebuktat egy hűtlen férjet, aki a feleségének a 10. házasság évfordulójukra is vett egy ajándékot nála, és a barátnőjének az első éves évfordulójukra. Zsuzsa nagyon őszinte üzenetet írt nekünk, amit szívből köszönünk. Azt írja, hogy szép napot nektek. Én azt gondolom, hogy a két oldal vélemények különböző, sajnos nekem nem szóltak, mire bevallotta, eltelt 2-3 év. Lehet jobb lett volna hamarabb tudni, mint az érzés, hogy 2-3 évig becsapott az, akit szerettem, és akinek az életemet adtam. Hát, hiszem azt is tőled, hogy ugye ez meddig tartott, ahogy te tudtad, és ugye miután a kapcsolatnak vége lett. Tehát, hogy pont azért az, hogy telik egyre jobban az idő, azért az valahol annál durvább, vagy annál megrázóbb tud ez lenni, hogy tényleg évek óta tart mondjuk egy viszony. Igen, csak hogyha valaki mondjuk most szembe jönne velem, és azt mondaná, hogy a férjem megcsal, akkor nem hinném el. Viszont, tehát ugyanúgy lennék, érted? Viszont valószínűleg egy olyan valamit bogarat ültetne a fülembe, hogy onnantól kezdve meg így élni az életemet. Persze. És ha meg nem igaz, mert az embernek vannak rossz akarói is. Hát azért persze, az kemény sztori. Most ne hívj fel a Tomit, mert fél szia, nyúlbogár! Képzeld, azt mondták, hogy láttak téged, csókolódj valahol. Itt vanunk Rita a vonalban. Szia, jó reggelt! Jó reggelt! Szia! Te írtál nekünk egy üzenetet, méghozzá azt, hogy neked annó szóltak, és hálás vagy érte. Ez így van. Ki szólt neked? Nekem egy barátnőm szólt, hogy lebuktatta az akkori páromat, és hát ő egy hétig örlődött, hogy hogyan mondja meg. Tehát, hogy megmondja-e egyáltalán. De hála Isten elmondta. De ő látott valamit? Vagy hogy buktatta le? Meglátta valahol? Igen. Ott, ahol ő lakott, ott volt egy, tehát a postamester csajhoz járta az én akkori párom, aki postán dolgozott. És ott meglátta. Vagy ilyen postás autó, igen. És a csajnak a szülei is postások voltak, tehát így könnyű volt beazonosítani. Így van. És ti mennyi ideje voltatok együtt? 5 évet voltunk együtt. És mennyi ideig csalt meg téged, azt kiderült? Ezt nem tudom, mert amikor ezt meg péntek 13-a volt. Szuper. Szeretheted a péntek 13-át, igen. Én ezt mikor megtudtam, akkor én mindjárt kérdőre is vontam, nem tagadta, és akkor utána megkérdeztem, mondom, most már ugyan mindegy, hogy mi volt, hogy volt. Mondom, ez volt az első, vagy volt több is, és akkor bevallotta, hogy hát volt több is ilyen dolog. Ide jó. Hát akkor ez jobb is, hogy vége lett. Igen. Köszönjük, Rita, hogy itt voltál velünk, és azt is, hogy ennyire őszinte voltál. Nincs mit. Nagyon köszönjük. Régen volt. Köszönöm. És most boldog vagy? Csak annyit mondj még.
Igen, igen, most olyan 15 éves kapcsolatom, 3 gyerekkel. Jaj, de jó, szuper. De jó, örülünk neki. Nagyon jó. Vigyázzatok egymásra. Puszilú. Szép napot, sziasztok. Hello. És hát a napüzenete, a nap embere titulusra továbbra is várjuk természetesen a jelentkezéseket. Petra, fejezd be, mert én teljesen letoptam a láncot. Igen, van egy 20 000 forint értékű vásárlási kupon, amit szívből szeretnénk odaadni a napemberének. A Bétel webáruháza telefonos megoldások szakértője jó voltából, és egy rekesztiltott csiki sört, a csiki sör manufaktúrának köszönhetően, úgyhogy tessék jelölni azt, akit szívesen köszöntenének, megtapsolnának, és meg is ajándékoznának általunk. Ez a Sláger reggel. 9 perc múlt fél 10, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Hát nem én leszek a napembere, az már biztos. Miért? Hát konkrétan hát láttad, hogy mi történt. Hát ettem itt egy banánt, gondoltam, hogy még egy kicsit a kálium majd itt megdopingolja az agyamat. Segít az agyadnak, igen. Erre sikerült, így megbicsaklottam, és hogy megbillent az alja a banán, a fele leesett a padlószőnyegre, tehát hogy el tudják képzelni, hogy egyik, tehát ezt a banánt már ki kellett dobni, úgyhogy nem vállalok felelősséget semmilyen mondatomért a folytatásban. Egy fél banán van csak bennem. Akkor elmondom gyorsan én, jó? Hogy lehet jelölni napemberének a szeretteiket, mondjuk a legjobb barátjukat, vagy esetleg az exüket is, ha már arról beszélgettünk, ugye, hogy kinek hát milyen a fél. Megnézni, hogy miért? Valaki jelölni. Miért? Lehet, hogy valaki jobban van az exével. Ja, nem hát csak rosszban lehet el. Én is az első szerelmemmel még a mai napig jobban vagyok. Múltkor is beszélgettünk. Hívjuk fel. Nem, hát dehogy is, nem hívjuk fel. Miért nem? Nem. No. Szóval jelöljék a napemberét 0-30-30-30-95-8, mert szeretnénk ma is valami kis könyvfakasztó történetet hallani. Az olyan jó. Én azt úgy szeretem. Legyen így. Pláne, amikor meghatódik maga a napembere, hogy őt jelölték. Tegezz nyugodtan. Ez a Sláger reggel. 10 perc múlva 10 óra, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Bekészítettem egy nagyon nagy adag, extra adag tapsot. Nagyon helyes. Mára. Mert hogy már is köszöntjük a napemberét, itt van velünk Mária, jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Drága Mária, mondd el, hogy kit szeretnél a napembereként köszönteni? A lányomat, akinek éppen ma 16 hónapos a kisfia, és írtó sok mindenre megtanította. Tehát én visszaemlékezve az ő 16 hónapos korára szerintem ilyen mértékben nem ment, mint amit ez a kisfiú csinál már. És itt van a lányod, Szilvia. Jó reggelt! Jó reggelt! Szia, Szilvi! Jó reggelt! Sziasztok! Anyukád nagyon büszke rád. Hát ezek nagyon. És az a helyzet, hogy a napembere címmel együtt jár még egy hatalmas taps is neked, Szilvi. Meg ajándék is, egy 20 000 forint értékű vásárlási kupon a Bétel webáruház, a telefonos megoldások szakértője jó voltából, és egy rekesztiltott csikisör a csikisör manufaktúrának köszönhetően. Azt még áruld el, kérlek, hogy mi az, amire megtanítottad te a kisfiadat, amit te nem tudtál mondjuk 16 hónaposan. Mit mond anyukád? Hát most elreklámoznám az utolsó projektet. Kiszáll a kiságyból, és kikapcsolja a légzésfigyelő. Nem mondod! Azt a mindenit! Az igen! És hogy hívják a kisrácot? Balázs. Balázst is pusszíjuk nagyon. Jó egészséget kívánunk nektek, neked pedig hát egy jó alvást mondjuk délután, hát így ha összejön. Puszilunk! Sziasztok, szép napot kívánunk! Szép napot. Sziasztok. Minden jót, sziasztok! Mekkora kiabálásod még a végén. Nagyon édesek voltak, igen. Ó, azért ez kemény, tehát ez az időszak valószínűleg azért egy anyának szombos. Igen, szombosabb, mint egy apának, az igen, biztos. Ez így van. Jó, én se alszok, jó. Miért, neked még nincs ilyen? Hát nincs, hát de hát a függetlenül nem alszom. Na, most gondolod el? Akkor aztán mi lesz? Sláger reggel! 5 perc múlva 10 óra, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Balesetnél helyszínelnek az Erzsébet hídon pesti irányban a Döbrentei tér után a buszsávban. Friss információ most érkezett, úgyhogy legyenek nagyon óvatosak arra felé, és mondanám azt is, hogy let's go, megérkezett Somogyi Zoli. Jó reggel! Hello! Jó reggelt! Neked vannak óvodás élményeid? Kérlek mondd, hogy emlékeid, neked vannak. Az is elég. Csó. Jaj, de jó, kösz! Én ültem az autóban, és fogtam a fel, és segény Tominak milyen sanyarú gyerekkora lehetett. Döbbenetes, hogy ennyire nem történt vele semmi. A rohadt életben azt mire mondtad, hogy maga, a Zoli hallgat minket? Nem, arra, hogy nem tör, hogy tényleg, és én is erre a konzekvenciára jutottam, tehát, hogy nem tudom, hogy melyik a rosszabb, ha valóban nem történt semmi, vagy egyébként történt, csak nem emlékszem rá.
Tehát, hogy szomorú a helyzet. Igen, nagyon szomorú, de inkább akkor Zoli élményeit hallgassuk légy meg. Szíves. Mert neki legalább van. Én addig ki is megyek. De annyi volt, és ahogy így többen ugye telefonáltak, még azokról eszembe is jutott egy csomó. Aha, tehát rengeteg, például, hogy utáltam az alvást ebéd után ezeket. A tábori ágyat, amikor vettük elő, akkor igen. Te jó ég, jó hogy kis mi fém. A francért kell erre pazarolni az időt, ahelyett, hogy játszanánk tovább. Igen. Ugye, nem csak játszottunk, például emlékszem rá, hogy voltak ilyen kocka formájú műanyag dobozkák, amikben az egyikben ilyen kékszínű pici kacsák voltak, a másikban nem tudom mi, és mi számolni tanultunk már ott. Aha. Tehát délután volt egy mitén fél óra, amit erre szántak, hogy ott leültünk, és akkor tologattuk a kacsákat, hogy akkor 10, meg 8, meg nem tudom mi, meg izé. Aztán, várjál, mire emlékszem, hogy egyszer például néztük mindig a Delta című műsort, hogy az ismétlés, hogy nem tudom, tehát volt valami. Jó. Igen, abból lehetett tanulni. Azt nagyon megszerettem. Akkor volt olyan, emlékszem, egyszer télen, hatalmas, bent voltunk ugye emlékszem, hogy voltak a helységek, és ilyen hatalmas roba, és a tetőről a hó az így lezuhant az egész az ablak előtt, és egy pillanat, hogy a sötét aha. lett, ahogy lecsúszott a felgyűlemlet, nem tudom milyen hány centi uh-huh. hó a tetőről. Aztán emlékszem egy Timi nevű csoporttársamra, hát vele fedeztük fel először a nem különböző. Igen. Nagyon sok, csoportásomra nem emlékszem, hogy kik voltak, meg mi volt a nevük. A Timire emlékszem. Hát, akkor megértem, igen. Valahogy ez így megmaradt, hogy igen. volt a Timi, és hogy igen. Tehát, hogy ott úgy néztem. Na látottam. Meg például, tudjátok, mit szerettem nagyon. Ahhoz mindig át kellett menni a másik terembe, amikor jöttek, hoztak vetítőgépet, és a mi az nomegálcsakot néztük. Aha. Tehát, hogy az volt. Nem, most az, hogy az havonta volt-e, vagy ritkábban, vagy csak egyszer-kétszer egy szezon, azt nem tudom, de hogy volt ilyen többször, és azt nagyon szerettük, hogy hozták a vetítőgépet, ott fölfűzték a filmet, besötétítették a termet, és néztük a no megállj csak, nyuszi, úgyis elkaplak! Te is rajz, nem féltél a Delta főcímdalától? Én attól nem. féltem egy kicsit, az nekem ijesztő volt. És ilyen nagy kerek szövegkel is, de jó. Ja, tehát, magát a műsort így szerettem, csak igen. a főcímdala, az nekem ijesztő. Bőzsöny Ferenc. Meg elmondod úgy a közlekedési híreket, majd, mint Bőzsöny Ferenc. Az brit kutató. Imádtam. Szóval nálunk volt ugye kint az udvaron ez a ilyen beton, hát medencének ne nevezzük teknő, ami nyilván ma már nem EU-konform, meg nem tudom mi, meg hát mindenhol tönkrement. Tehát, hogy ez most ugye, amit én 80-as évek végéről beszélünk. Igen. És akkor nálunk még tényleg volt olyan, hogy engedtek bele vizet, kellett vinni fürdőruhát, és hát a kb. Bokáig érő vízben, nem tudom, ott pancsoltunk. Tehát, hogy gyerekek, nekem nagyon kell egy óvodába. És még egy csomó minden. Neked egy csomó élményt kellene gyűjtened, drágám. Visszamenőleg is, meg nem tudom. De hát óviba most beiratkoznál, furán néznének. Tomika megérkezett, hát igen, a gyerekek azért kicsit megérkeznek. Volt kint az udvaron egy ilyen nagy favonatot, hogy gőzmozdony meg volt építve fából, meg mögött ilyen kocsit. Olyan volt. És az a baj, hogy az csak az első évben lehetett, mert a két része volt osztva a kert, vagy az udvar, és az csak a legkisebbek volt szerintem, és utána mi már az udvarnak másik felét aha. használhattuk, és akkor oda már nem aztán lehetett jöttek, menni. Jöttek a földmérők, és kiderült, hogy rossz helyen van a kerítés, hogy átkerült a szomszédhoz a kis vonat. Ja, meg volt az a kerék, tudod, ami nem mókus kerék, ami így rász, így kapaszkodsz, és a lábaddal így magad de, alatt. Az a mókus kerék. Az a mókus kerék? Persze. Azt annak hívtuk? Azt én nagyon szerettem. Az is tök jó volt. Az olyan menő volt. Meg a féliglásott autóbólikon játszottunk egy csomót. Nem hiszem el. További jó rádiózás kívánok Somogyi Zolival és az óvodai élményeivel. Holnap reggel 6 órakor remélhetőleg újra érkezünk. Én addig mindent kipróbálok. Bemegyek egy udvarra, és mindent kipróbálok. Esküszöm.